Sziasztok, nyelk! Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. A most következő videómban pedig egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek a Dharma nevezetű csatornáról. Hogyha örültök ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra, ugyanis számomra ez a legeslegújabb visszajelzés. De ne is húzzuk az időt, hanem egyből már vágjunk is bele a közepébe, ugyanis az a kisfilmünknek a címe, hogy a srác a videójátékot az iskola elé helyezte, és kajakra így pörgetik a Dragon City-t. Nagyon fontos amúgy az életben, hogy megtaláld a balanszot, és mindig először a kötelességeidet teljesítsd, utána pedig jöjjön a kikapcsolás. De hát a tanulást is, meg a melót is túl lehet tolni, és tényleg nehéz megtalálni a balanszot. Még azért időközönként nekem is van ezzel bajom. Na, mi történik itt? A haverjai elmennek bulizni, és nem csak játszanak, neki pedig teljesen összetört a világa, hogy nem már nektek van életetek? Annyira rossz, bármilyen területről is van szó, hogyha csak így annak szenteled minden idődet, és ennyire függő leszel. Úristen, már 8 óra van. Majd találkozunk hamarosan. Na, menni is kell a suliba. Apa? Ne! Apa! Tudod, hogy hányszor már elkéstél a suliból ez a hülye játék miatt? Ez nem egy hülye játék, hanem a Dragon City. Mennyire meredek már, hogy a cég egy ilyen szponzorációt bevállal, amelyben ilyeneket nyomatnak, hogy ez a játék tönkreteszi a te életedet, meg minden. De ha valaki függő lesz, az egyáltalán nem a játék, vagy nem a különböző termékeknek a hibája, hanem az embernek, hogy nincsen elég önálló akarata, és nem tud nemet mondani. De hát könnyen bele lehet csúszni ezekbe. De az a lényeg, hogy fel kell ismerni a problémát, és le kell küzdeni. És tudni kell nemet mondani. Tudjátok, mindjárt az anyuka is elkezdi majd pörgetni a Dragon City-t. Itt van a két legjobb haverja. Velük nyomatta amúgy. De fura, hogy nem úgy tűnik, hogy ő a játékon kívül bármit is csinálna, ugyanis a legjobb spanyaival nem akar elmenni bulizni sem, meg semmi. Hát negyed órát késett csak. Fú, most beugrottak. Ez ilyen gimis emlékeim, amikor ugyanígy késtem, mint ő. De nem szabad! A leges legrosszabb. És beírják a hiányzást. Percre pontosan. Ne csináljátok már! Ennek a tagnak pedig egy Dragon City tematikájú születésnapi bulija lesz. Várjál már! Te is játszol Dragon City-vel? Hozhatod nyugodtan a barátaidat is, ha gondolod, és nézzétek meg, hogy hogy oda tette a könyvét. Tuti, hogy majd egyből már nyomatja telón is, meg minden. Hát ő aztán tényleg függő. De hogyha egészséges mértékben játszaná, akkor ezzel semmi probléma nem lenne, és már teszi is be a fülesét. Kicsit sem feltűnő. Ugyanis értitek? Ameddig a játék csupán az életednek egy része, nem pedig az életed, addig fullok és minden. Na de, hogy késsel, ráadásul még tanórán is nyomatod, az már eléggé beteg, de hát a saját hibáiból tanul az ember. A spanyai már nézegetik a nőket, meg minden, hogy ó, nézzétek már a mondát. Ő pedig miben, hogy csak nyomatja, hogy ó, figyeljétek az új sárkányomat, eléggé dögös, mi? Na, hogy már ő is nézegeti a nőket? Erről van szó, emberem, én büszke vagyok rád. Nagyon is büszke vagyok. Nem is tetszik nekem ez a csaj. Hát persze, hogy nem tetszik neked. Azért lájkolgatod. Most is. Nagyon fura ez a csávó, amúgy. És tényleg,
az összes ilyen kocka sztereotípiát lefedi. Kit érdekel az iskola? Ugyanis ő egy gamer vagy pedig egy youtuber lesz. Hát figyelj, én a helyedbe, úgy, hogy az vagyok, nem tenném fel rá az életedet. Ugyanis nagyon keményen kell dolgoznod, ért, hogy összejöjjön. Illetve azért valamilyen szinten szerencsén is múlik. Ugyanis nézzétek meg, hogy mennyien élnek meg ebből, mondjuk az országban. Nem sokan. Az egyszer biztos. Na, már beszélsz legalább a csajjal? Vagy még mindig csak nézegeted? Azért mosolyogsz ennyire hunc után? Honnan tudja a válaszokat? Kiderül amúgy, hogy a srác brutálisan nagy géniusz? Nem is koncentrál meg semmi. Hát ő rettentően intelligens. Ezért fér bele az életébe akkor. Hogy ne is figyeljen az iskolára meg semmi, ugyanis a kis ujjából kirázza ezt az egészet. De a szülei miért vannak rá ennyire kiakadva? Ja, mert folyamatosan késik, meg nincsen élete. Mondjuk, azért az elég érthető. Figyeljetek, srácok! Én mondtam, hogy engem nem érdekel az iskola. Nem akartok inkább Dragon City-zni. Pedig tényleg, hogyha energiát fektetnél a suliba is, illetve a tanulmányaidba, hát megállíthatatlan lennél arc. Ugyanis nagyon is megvan hozzá a tehetséged. Úgy fest nekem. Jön is az édesanyja. Mosolyogjatok! Kajakra, miért fotózza le őket? Emlékbe! Ennyire ritka pillanat, hogy ők tanulnak, vagy mi? És meg akarta örökíteni? Figyelj, apukádnak egy új munkája van. Mi? Na az mondjuk para! Így közlik vele! Az anyuka szépen és figyelmesen próbálta volna elmondani neki, erre pedig jön az apja, hogy össze kell pakolnod, ugyanis költözünk. És ott kell hagynia az eddig életét? Hova költözünk? Kaliforniába. Nem, én nem akarok menni sehova. Hát itt van nekem az összes barátom. Nincsen más választásod, ugyanis a költöztetők már jönnek hozzánk. De ne csináljátok már, hát milyenek az ilyen szülők, hogy kész tények elé állítják őt, nem beszélik meg vele, meg semmi. Hanem csak hirtelen leforrázzák. Aggódok érte. Nyugi, majd túl lesz rajta. És csodálkoztok, hogy a gyereketek ilyen függő lesz. Ő egy okos gyerek, de a költözésünk traumatizálta. Hát egyáltalán nem is foglalkoztok a gyermeketeknek a lelki egészségével. Illetve már nehezen beszél velünk is, csupán egy játékkal játszik. Én a gépéből kivettem ezt a kábelt, hogy ne játszon. Gratulálok, felelősségteljes szülő vagy, ahelyett, hogy megoldanád a problémát. Nem csupán fájdalomcsillapítókat adnál szinte rá. Megpróbáltuk rávenni arra, hogy sportoljon, de egyszerűen mindenre nemet mond. Félelmetes, hogy léteznek ilyen szülők, és ennyire nem vágják, hogy mégis mi van. Teljesen más univerzumban vannak, mint a saját gyermekük. De nekünk el kell költözni, ugyanis nincsen más megoldásunk. Miért ne lenne más választásotok? Mindig van más választás. És te a családod elé a karrieredet helyezed. Milyen családfenntartó vagy? De úgy őszintén. De nagyon brutál, hogy ahogy láthattuk, rettentően okos a gyerek, csak egyáltalán nem érdekli őt az iskola, és folyamatosan egyeseket kap. Pedig simán, ha szinte alig tanulna, akkor is szerintem ötöseket tudna írni. De akkor mégis... Miért nem ír ötöseket? Lecserélte az árát? Vagy miben ügyködik itt? És akkor már a szülei nem tudnak a szobájába menni, és nem tudják elvenni a számítógépét. Be van zárva az ajtót, ezt nem engedem az én házamban. Hát, a csávó nagyon is lázad.
kellett nektek, kész tények elé állítanatok. Teljesen már be van kattanva. Már nem csodálom, elvették tőle a kedvenc hobbiát, és ezt csinálják vele. Így őszintén, mégis mire vártatok? Hát ő nagyon is lázad. És majd mindjárt a csávó még az asszonyt fogja hibáztatni, holott a férfinak volt ez a terve. Mi lenne akkor, ha megpróbálnátok megérteni a saját gyermeketeket? És érdeklődnétek felőle. Na, pöröghet még a Dragon City? De nem már! Így pedig még a születésnapi buliról is lemarad. Pedig végre lett volna egy kicsikét nagyobb szociális élete, ugyanis ráfért volna. Na, az anyuka elkezd vele jobban törődni. Otthon hagytad az ebédedet, szóval utána is hozta. Nem érdekel engem a nagyobb ház. Engem a régi életem érdekel, illetve a régi barátaim. Ki van akadva az anyuka, hogy folyamatosan a gyereke csak videójátékozik, és egyáltalán más nem is érdekli. Hallott már arról a mondásról, hogy mézzel sokkal könnyebb legyeket fogni, mint ecettel, és hatékonyabb. Mennyire jogos! És majd talán az igazgató fogja kinyitni a szülőknek a szemét, hogy ahelyett, hogy próbálnátok megállítani a gyermeketeket, hogy folyamatosan videójátékozzon, mi lenne, hogyha nyitnátok felé, és vele játszanátok? Legutoljára én Candy Crush-oztam. És az már nagyon régen volt. Illetve a férjem nem is nagyon ért a számítógépekhez. Ez annyira kifogás, mondja, hogy jaj, nincsen nekünk időnk erre, ugyanis dolgoznunk kell, foglalkoznunk kell a házzal, illetve a gyermekünkkel is. Pontosan így tudnál foglalkozni a gyermekeddel, hogyha nyitott lennél felé, és így lenne közös programotok. Figyeljen, Kennek most rettentő nehéz időszaka van, teljesen új a környezete, új barátokat kell keresnie. Mi lenne akkor, hogyha te lennél az egyik új barátja? Kérlek, gondold át ezt az egészet. Na, az anyuka is elkezdi nyomatni a Dragon City-t? Tudja, hogy már a melóhelyén is nyomatja meg minden, nem? Na? Figyelj, bocsi, inkább én maradok. Nagyon is elkezdett gondolkodni az anyuka azon, amit mondott neki az igazgató, és letölti most a játékot. Nézd is a tutoriált, hogy hogyan kell játszani a Dragon City-vel. Dragon City kezdőknek. És majd mindjárt tudjátok, megy haza, és mondja a férjének is, hogy te is nézz rám tutoriált. Várjál már, ez nem az a játék, amelyel a fiunk szokott játszani, és hogy megmondja már hang alapján az apuka is. Az igazgató szerint meg kell tanulnunk nekünk is játszani a játékkal. Szóval mi lenne akkor, hogyha közösen beletanulnánk? Te komolyan azt mondod, hogy a mi időkben videójátékozzunk? Mégis miért ne? Ha így közelebb kerülsz a gyermekedhez, mindent megér az. Majd találkozunk este, de bocsi, most mennem kell. Az anyuka legalább lelkes. Nagyon is lelkes, és ki fogja tanulni ezt az egészet? Na, mindjárt benne lesz itt a dolgokban, és majd talán a tápkábelt is visszaadja a gyermekének, vagy Mizu. És tudjátok, arra jönne az a srác, hogy az anyukája nyomatna orba szájba a Dragon City-t. Mennyire nehéz lett szegénynek. Ugyanis tényleg annyi változás van jelenleg az életében. De ez csak egy ilyen időszak, és ezekből nagyon is ki lehet jönni. Főleg, hogyha az ember kitartó,
Az anyuka az ebédszünetek, illetve a kávézási szünetek helyett most nagyon is beleássa magát a videójátékok világába, és már megint nézi a Dragon City tutoriálat. Persze, hogy nézi! Látjátok, hogy mennyire kifogás az, hogy jaj, nekünk nincsen erre időnk. Hogyha valamire nagyon szeretnél időt szakítani, azt meg tudod oldani, csak hát minden áldozatokkal jár, és azt az időt valahonnan el kell venni. De hát kire is áldoznád az időt, hogyha nem a saját gyermekedre? És még jegyzetel is meg minden! Hát hatalmas nagy gamer lesz az anyuka! És majd a végén, tudjátok, le fogja győzni a fiát. Na? Azért ott vannak hatalmas nagy keresztpromók, és mit is nézhetne a dármános kisfilmben, hogyha nem Dármánt? Hát persze. Melyik amúgy ez a rész? Nem is láttuk. És ilyen komoly új szereplők vannak. Mi az anya? Készen állsz arra, hogy Dragon Cities? Hát de nem is tudod, hogy hogyan kell játszani a Dragon City-t. Ó, dehogy nem! Van 15 ezer kajám, 30 ezer aranyam, illetve 10 gyémántom is. Mégis hogy felcsillant a szeme? Látjátok? Így kell közeledni a gyermeked felé. Már meg is van akkor az első közös pontotok. Most akkor mi fogunk játszani, vagy nem? Mennyire örül a srác. Jó látni, hogy ilyen támogató az édesanyja. Hoppá, hoppá, hogy nyomják? Anya, ez számomra nem kihívás. Ugyanis nagyon is legyőzte az édesanyját. Majd megy haza az apuka, tudjátok, és már mindenki függő az otthonukban. De nem is kell amúgy szerintem ennél a játéknál ilyen intenzíven játszani. Csak néha nyomatni pár képességet. Na, tudja, hogy az lesz a vége, hogy majd az anyuka le fogja győzni a gyermekét. Hogy mit csináltok? A játékon belül van dármanos sárkány is. Milyen kollabokat lenyomatnak? Hát kimaxolták ők nagyon is. És az anyukája most le fogja győzni a fiát? Nagyon is legyőzte. Csak pár napja kezdett játszani, és már fölényesen nyert is. Hát így kell ezt csinálni. De olyan jó látni, hogy ennyire egy hullámhosszon vannak. És látjátok, csupán egy közös érdeklődési kör kellett hozzá. Hát erre a pillanatra várok már mióta. Amikor is megjön az édesapa. Nem kéne nektek videójátékoznatok, hanem inkább a leckét kéne csinálni a gyermekünknek. Figyelj, apa, engem nem érdekel a házi feladat. Tudod mit? Jó lenne, hogyha nagyon is átgondolnád ezt, fiatalember. Figyelj, édesem, mi lenne akkor, hogyha nem veszekednél vele, ugyanis mézzel több legyet tudunk fogni, mint ecettel. Annyira durva, hogy tényleg pár impulzus kell egy embernek, és mennyire meg tud változni a gondolkodásmódja. Figyelj, fiam, hadd kérdezzek valamit. Tudom nagyon jól, hogy te rettentően okos vagy. Miért nem próbálsz jobban teljesíteni az iskolában? Azért, mivel attól nem leszek előrébb, anya. Attól, mert kapok egy ötöst, még nem leszek youtuber, vagy pedig gamer. De nem már, srác! Szépen az alapvető dolgaidat teljesítsd, és utána pedig szabad idődben bőven tehetsz az álmaidért és céljaidért. Én hiszek abban, hogy meg tudod találni a balanszot, és össze tudod egyeztetni, és akkor majd lehetsz gamer is, meg youtuber. Ne!
És mivel az anyuka már nagyon benne van a játékban, ezért egy játékbeli példával próbálja kinyitni a fiának a szemét. Nyomatja is a srác, hogy folyamatosan fejleszti, meg tanítja a sárkányait, hogy erősebbek legyenek, és jobbak legyenek. És a játékban is ugye folyamatosan csinálod a napi küldetéseket, hogy még több gyémántot szerez, ugye? Figyelj, fiam! Azt szeretném mondani, hogyha bármi jót szeretnél az életben, keményen kell érte dolgoznod, és minden nap felállítanod napi kihívásokat, hogy fejlődjél, hogyha pedig nem fejlődsz, és nem lépsz szinteket, akkor egy helyben maradsz, és ugyanott fogsz toporogni. Mennyire komoly példát hozott fel? Hát rettentően büszke vagyok az édesanyukára, ugyanis pont ez kell majd szerintem a gyereknek, hogy felnyíljon a szeme. Mi lenne akkor, hogyha megcsinálnád a házidat, és amint megvan, játszhatunk majd még egy kört, még elalvás előtt. Az apuka nem hisz a szemének. Hát 10x év után megtanultak a végén még gyereket is nevelni. De hát ilyen az élet, és folyamatos fejlődésről szól. Anya! Mégis, mit csinálsz itt ilyen korán? Van számodra egy kis meglepetésem. Na, illetve a srácnak is van. Kapott egy ötöst, vagy mi? Hoppá, hoppá! Ott is van a matek ötös. Látjátok? Csak meg kell találni mindenkihez a kellő támogató erőt, és akkor balazban lesznek az emberek. Hát nagyon is megérkeztek a legjobb spanyai, és már egyből tervezik is, hogy mégis miket fognak csinálni. Annyira jó látni, hogy minden jó, hogyha vége jó, és közösen nagyon is ráeszméltek ezekre a dolgokra. No! Elmennek az egyik helyi spanyának a születésnapjára. Ameddig ilyen rettentő függő volt, és csupán a játék volt a mindene, eszébe nem jutott volna magától elmennie egy buliba. Na de most! És tudjátok, már csak az kell majd a végére, hogy megismerkedjen valami csajszival is. Egyből már hívja is FaceTime-on, hogy mehetnek a spanyaim is a bulidra? Hát persze, hogy mehetnek. És ott van a csaj! Kiderül, hogy az unokatesója! Hát az emberük az megért az életet. Minden siden van, ott lesz a nő. Megismerte az új barátokat, a szüleivel is. Legjobban jön már ki. Látjátok? A balansz a kulcs. Hogyha megvan a balansz, akkor minden megvan. És tudjátok, már az apuka is nyomatja. Nehogy az legyen, és ne az lesz, mi? Pedig hogy nyomatta? Hogy persze, majd az én koromban játszani fogok mi, minthogyha játék a szkorfüggő lenne. Eléggé jó játéknak tűnik ez, fiam. Mégis, hogyan oldottad fel ezt a sárkányt? Hát, csináltam én a küldetéseket. Hát ennél jobban nem is alakulhatott volna ez a történetünk. Rettentően bejött nekem ez a sztori, de az volt itt a tanulságunk, hogy ha bármibe is kellő energiát beleteszel, és megtalálod az egyensúlyt az életedben, akkor hatalmas sikereket fogsz elérni. Olyanokat, amelyekről talán még most álmodni sem mersz, pár év múlva pedig majd valóság lesz. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, kérlek oda is iratkozzatok fel, majd hamarosan találkozunk egy újabb videómban, addig is, szevasztok!